Jó estét kívánok! Ma este a befektetésekről fogunk beszélni, és azon belül is egy nagyon érdekes, nagyon kockázatos részével, a kockázati tőkével, és arról, hogy az hogy kerül Magyarországra. Vendégem Horgos Lénárd, az M27 ügyvezetője. Üdvözlöm! No, hát ugye ilyen nagy számokkal dobálozunk néha, és amit én tudok ugye az önök anyagából, hogy az utóbbi 5 évben 100 milliárd forint kockázati tőke jött Magyarországra. Sok ez vagy kevés? Hát a vállalkozások lehet, hogy azt mondanák, hogy kevés, és valószínűleg sok száz olyan projekt van, de akár sok ezer is lehet, aki annak ellenére, hogy elballagott a befektetőkhöz, és bemutatta az ő projektjét, cégét, üzleti tervét, ennek ellenére nem kapott tőkét. Tehát ők biztos örülnének, hogyha ennek többszöröse állna rendelkezésre, és lehetne ezekért folyamodni a befektetőkhöz. Másik oldalról meg, hogyha a befektetőket kérdezzük meg, tehát azokat a például kockázati tőke alapkezelőket, akiknél ott vannak azok a 5-6 milliárdos alapok, sok esetben nekik meg nehézkes jó és megfelelő számukra szimpatikus vállalkozást találni, akivel meg tudnak állapodni a befektetés részleteiről, és egy olyan üzleti tervet tudnak közösen elfogadni, ahol a megtérülés is látható. Ugye a következő években valószínűleg ez a nagyságrend az, ami maradhat. Ugye ennek a tőkének nagyobbik része úgynevezett Jeremy alapokban volt, és még egy része van is, és ennek a programnak a folytatását ígéri a kormányzat. Tehát gyakorlatilag nagyon várjuk, hogy valamikor egy olyan egy év múlva már láthatóak lesznek azok, hogy milyen alapok és milyen nagyságrendben tudják ezeket a befektetéseket folytatni. Jó, mielőtt a stratégiai befektetőkről beszélünk, azért tisztázzuk pontosan, hogy mi ez a kockázati tőke. Ugye ebbe azok a befektetések, hogy bővítenek egy autógyárat, vagy bővítenek egy alkatrészüzemet, nincsenek benne. Igen, tehát gyakorlatilag itt, ami például ezekben a statisztikákban szerepel, ezek kockázati és magántőke, private equity alapoknak a tőkéje és ezeknek a befektetései. Itt ugye jellemzően arról szól a dolog, hogy van egy befektetési alap, ahova magánszereplők pénze, Európai Unió, de ugye más esetekben egyéb magánbefektetőknek bekerül a forrása, és az alapkezelő azt vállalja, hogy ezt megfelelően fogja kihelyezni vállalkozásokhoz, és ott megfelelő hát egy tisztes hozamot fog realizálni. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag ezek az alapkezelők, ezek a kockázati tőkések elég nagy növekedést várnak el. Általánosan elmondható, hogy valahol olyan 15-20-25-30%-os éves hozam, amit látni akarnak, hogy abból a befektetésből megtérül. Ergo itt a gyakorlat azt mutatja, hogy dinamikus növekedésre képes, nemzetközi piacon is versenyképes vállalkozások juthatnak tőkéhez. Jellemzően azt mondjuk, hogy hát valamit ő már mutatott a piacon, vélhetően valami árbevétele van, tipikusan azt látjuk az adatokból, hogy néhány százmilliós árbevételt már tudnak felmutatni ezek a vállalkozások, és valahol ugye néhány milliárd árbevétel az, ami a teteje, ahol még ez a típusú, tehát kockázati tőkebefektetés jellemzően itt Magyarországon történik. Ennél nagyobb cégek, tehát amikor multi fejlesztés bővít, az nem, jellemzően nem a kockázati tőke terepe. Jó, a stratégiai befektető egyébként mit keres, milyen cégeket, vagy van kedvenc iparáguk, informatika, stb. A stratégiai befektető ugye az egy más terület, míg a kockázati tőkés a pénzügyi befektetői körbe tartozik. Ők kifejezetten azért jönnek létre, hogy azokat a pénzeket befektessék a cégekbe, és ott hozamot realizáljanak. A szakmai befektető, vagy a stratégiai befektető, az nem pénzügyi befektető, hanem az mondható el róla, hogy valamilyen normális, hagyományos vállalkozás, jellemzően egy nagyobb vállalkozás, akár ugye egy multinacionális vállalkozás. Ő azért fogja keresni azt a céget, azt a KKV-t, hogy megtörténjen ez a tranzakció, ez a stratégiai befektetés, mert ennek a KKV-nak van valami olyan tudása, olyan piacismerete, olyan piaca, ügyfélköre, technológiája, ami
ennek a cégnek, ennek a stratégiai befektetőnek a saját tevékenységét tudja segíteni, bővíteni, míg mondjuk ez a stratégiai befektető jellemzően, teszem azt, Nyugat-Európában van jelen, és mondjuk Ausztriáig tart az ő működési területe, ahol irodákkal van jelen. Izgalmas lehet neki egy magyar KKV, mert egy új földrajzi piacot tud számára hozni a cégcsoportba, adott esetben ugye speciális technológiát, amit bekerülve ezáltal ebbe a nagy cégcsoportba, az összes többi országban megjelenhet ez a technológia, és ott fog ő majd valami fajta hasznokat, és természetesen pénzügyi hasznokat is realizálni. Tehát egy picit más a motivációja a stratégiai befektetőnek. Pont ebből kifolyólag ugye, míg az adatok is azt mutatják, hogy a kockázatőke inkább kiugró növekedést keres, az IT, a biotechnológia, az egészségipar, különböző szolgáltató területek preferáltak. Eközben történnek szakmai befektetések, felvásárlások, mondjuk úgy, hogy ennél megfoghatóbb, kézzelfoghatóbb, hagyományosabb területeken is. A gyártószektortól elindulva az élelmiszeriparon át gyakorlatilag tényleg nagyon bő a paletta, ahol jelenleg is napjainkban is történnek ilyen stratégiai befektetések. Mi a jellemző most a kockázati tőke? Tehát ők találnak olyan startupokat, amik nagyon ígéretesek, és arra lecsapnak? Mindkét fél máshogy válaszolna erre a kérdésre, tehát a befektetők azért itt-ott néha panaszkodnak, hogy nem találnak elég jó cégeket és elég jó startupokat, hogy ezt a korai fázisú kockázati tőke befektetést megvalósítsák, miközben ugye nagyon sok startup panaszkodik, hogy az ő projektjét nem megfelelőnek ítélik a befektetők, vagy nem olyan feltételekkel szeretnék a pénzt biztosítani, amit ők elképzeltek. Tehát van valami fajta konfliktus a két terület között. A statisztikák alapján ugye 2014-ben több mint 100 ilyen kockázati tőkebefektetés történt, az idei évre is a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület e fölötti számot vár. Tehát, és miközben a 2009-2010-es adat olyan 9 és 12 volt, ehhez képest a 100, és mondjuk bízom benne, hogy idén ez mondjuk 150 körül lehet, ez egy jelentős szám, ez egy jelentős növekedés. Tehát történnek befektetések. Ráadásul ugye a Jeremy programnak a hajrájánál tart most Magyarország, hogyha nem helyezik ki ezeket a pénzeket a befektetők, akkor az kvázi felhasználatlanul marad, nem tudja ezeken a hozamot realizálni. Meddig tart a Jeremy program, meddig kell kihelyezni a pénzeket? Ugye alapvetően 2015. december 31-ig van lehetőségük ezeknek az alapkezelőknek, de most látva, hogy egyébként van még forrás, amit ki kellene hát egy hónapon belül helyezniük, ennek megfelelően történt egy módosítás a program feltételeiben, és kezdeményezhetik ezek az alapkezelők, hogy hosszabbítsák meg ezt a befektetési periódus számukra, és akár május végéig. Van, aki ezt meg fogja tenni, és van, aki azt mondja, hogy én már látom azokat a cégeket, most már meg akarok velük állapodni, és folyósítani nekik december 31-ig. Most amit az ember tud és lát, az, hogy az informatikai cégeknél elég nagy a mozgás, régi cégeket vásárolnak föl, startupokat támogatnak, más műfajban is van ilyen mozgás, vagy Magyarország már nem olyan izgalmas terem? Van mozgás, és egyre inkább élénkül a mozgás, tehát amellett, hogy ugye százas nagyságrendben történnek kockázatitőke befektetések, hogyha megnézzük csak azok a szakmai befektetők által végrehajtott felvásárlások, amik az idei évben történtek meg, összehasonlítva az előző évekkel, óriási növekedést látunk. Szentkirályi, Fornetti, és lehet sorolni cégeket és projekteket, ahol valami fajta szakmai befektetés és tranzakció megtörtént. Azt látjuk, hogy egyrészt sok pénz van a piacon, a kamat környezet az sehol nem olyan rózsás, tehát aki 0,1%-nál jobb kamatot tud kapni a banktól a pénzére, ugye az már szerencsés lehet. Itt Magyarországon sem kedvezett a befektetőknek mondjuk a brokerbotrányok és egyéb
más folyamatok is, amik ráirányították a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a pénzünknek lehet, hogy jó hely van egy vállalkozásban, amelyik működik, amelyik cashflow-t termel. Nemzetközi szinten ugyanez látszik, hogy rengeteg készpénzen ülnek a vállalkozások, és néha maguk nehezen tudnák azt a növekedést, vagy azt az új földrajzi piacra lépést végrehajtani. Ezért értelmét látják annak, hogy vásárlással, akvizícióval, ilyen befektetésekkel teszik meg ezeket az új lépéseket, így növekednek tovább. Tehát azt látjuk, hogy egyik oldalon sok pénz van, és a szakmai befektetések száma is növekszik. A másik oldalon viszont most gyakorlatilag ugye, hát 25-26-27 évvel így a rendszerváltás után sok száz, sok ezer vállalkozás jut el abba a korba, hogy a 90-es évek elején ifjú ügyvezető és tulajdonos az mostanra közelíti a nyugdíjkort, és egyre többen mondják azt, hogy lehet, hogy kellene egy vevőt találni a cégre, nyilván elsődlegesen megpróbálják házon belül, családtag, cégen belül megoldani az utódlást, de ez nagyon-nagyon ritkán történik meg, és egy ponton eljutnak oda, hogy akkor lehet, hogy el kellene adni a céget, mielőtt még adott esetben megunom, vagy az egészségügyi állapotom nem teszi azt lehetővé, hogy tovább vigyem a céget. Csak mi is azt tudom mondani, hogy naponta olyan egy megkeresést kapunk azzal kapcsolatosan, hogy eladnám a cégemet. Ez óriási szám, mondjuk egy 1-2-5 évvel ezelőtti állapothoz képest, és bizony, mivel ugye ez nem egy néhány hónapos folyamat jellemzően, ebből kifolyólag azok a cégvezetők, bölcsek, azok a tulajdonosok, akik erre felkészülnek, és hagynak elég időt arra, hogy ez a megfelelő szakmai befektető kiválasztásra kerüljön, és felkészüljenek, a céget is felkészítsék erre a tranzakcióra. Jó. Mondjuk az ön tapasztalatai szerint mennyire ideális időben próbálják eladni a céget, vagy inkább az a jellemző, amit az előbb mondott, hogy elfáradnak a tulajdonosok, és nincs kinek átadni családon belül? Nehéz kérdés. Hála Istennek egyre több olyan cégvezetőt látunk, aki már tudatosan közelíti meg, és amikor elkezdünk velük beszélni arról, hogy néz ki egy ilyen folyamat, mennyi az időigénye, akkor tisztában vannak azzal, hogy ez nem fog menni egyik hónapról a másikra. Emellett időről időre mi is találkozunk ilyenekkel, ma reggel is egy befektetővel dolgoztam, és tulajdonképpen ő is elmondott egy olyan példát, ahol mire eldöntötte a cégvezető, hogy ő nem tudja a családon belül, házon belül, tehát a menedzsment részére a céget átadni, eladni, a finanszírozást megoldani, addigra olyan egészségügyi állapotba került, hogy nem tudta tovább vinni a dolgot, és fél egy éven belül, abban az adott esetben, drasztikusan visszaesett az ügyfelek száma, a bevétel is, és míg előtte ért egy tisztességes összeget az a cég, és egy tisztességes összeget kaphatott volna érte, egy-két éven belül ez nullára csökkent. Tehát vannak ilyen kedvezőtlen esetek is, de én azt látom, hogy egyre inkább tudatosan közelítik meg ezt a cégvezetőt. Nyilván nagyon sok szervezet, a HVC és a Magyar Kockázat Magántők Egyesület is ezért tart rendezvényeket, ezért mondja el a vállalkozásoknak, hogy tessék időben átgondolni, mit szeretnénk tenni, megismerni az utakat, felmérni, melyik szimpatikus nekem, és azon az úton el kell indulni, mert ez idő. Én például ismerek egy cégvezetőt, akinek egy csomagolóanyag cége van Budán, és azon gondolkozott, hogy eladja, vagy megpróbálja beépíteni a családtagjait, és miután évek alatt sikerült beépíteni a családtagokat, most, hogy beteg lett, simán rájuk hagyhatja a céget. Ez az ideális. De ez a ritkább eset, nem? Ez hogy valaki ilyen tudatosan készül arra, hogy egyrészt, mi lesz a cég jövője. Másrészt az is ritka, hogy családon belül meg tud történni ez az utódlás. Sajnos sokszor látjuk azt, hogy, és ahogy Budapesttől távolodunk, egyre inkább nehezebb a szituáció, mert lehet, hogy a gyerekek egyébként Budapesten vagy külföldön járnak egyetemre, ott lehet, hogy beleszeretnek egy IT történetbe, és nem akarnak már
nem tudom, Karcagra hazamenni, és ott az egyébként mondjuk 50 éve működő, szépen működő gyártócégnek a vezetését átvenni. Ha át is akarják venni, néha azzal kell szembesülni, hogy odaérkezik a 20 éves fiatal, és a korábbi, nem tudom, gyárigazgató vagy menedzsment tag mondja azt, hogy igen, ám, de nekem a kis Jóska nem mondja meg, hogy mi fog történni. Tehát, hogy annak is van egy időigénye, amíg ez az átmenet, ez szépen meg tud történni. Tehát bizony időben kell elfoglalkozni, kell elkezdeni azzal foglalkozni, bármelyik irányba is akarunk a cégünknek a jövőjét biztosítani. Jó, és ugye van még egy alapkérdés, hogy egy dolog, ugye, hogy valaki alapít egy céget egy találmányra, egy ötletre, vagy know-how-ra, vagy licenszre, bármiről is beszélünk, és csinál egy sikeres céget, de aztán nem biztos, hogy megvannak ahhoz is a képességei, hogy jól vezesse. Ugye van, ott elkövetkezik egy pillanat, mikor ha ezt belátja, akkor lehet, hogy el is adja, és tovább áll egy házzal. Igen, ugye nemrég volt a HVC a szervezésében egy esemény, ahol többek között nemzetközi befektetők is itt voltak, és elmondták, hogy ők azt látják, hogy a magyar cégek, a magyar szakemberek nagyon jók a szakterületeken, mérnökök, IT, nagyon jók. Tehát így mondogatjuk is állandóan magunknak, igen, milyen jók vagyunk. A nemzetközi menedzsment és nemzetközi marketing és sales kompetenciák jellemzően hiányoznak, amin azért ne csodálkozzunk, mert hogyha mondjuk 95-2000-ben kezdtünk el nagyobb számban is nem csak egy vagy két cég nyitni több piac felé, míg mondjuk az angol vagy a holland menedzserek már régebb óta végzik ugyanezt. És itt a tapasztalat, a nyelvtudásig sok mindenről beszélhetnék. Akkor bizony ugye érthető, hogy lemaradásban vagyunk. Tehát elmondják, hogy technológiákban, termékfejlesztésben nagyon jók vagyunk. Adott esetben egy céget és egy nagy céget, több országban lévő céget vezetni, az már egy más terület. És bizony, sikeresen növekvő magyar cégeknél sokszor lehet azt látni, hogy egy ponton egy picit háttérbe húzódnak, vagy a vezérigazgató cégvezető posztból a termékfejlesztés vezetőjének, adott esetben a stratégiával, termékstratégiával foglalkozó területre ül át az alapító, és jön egy inkább menedzsmentben tapasztalt, és néha nemzetközi, tehát nem magyar, külföldi vezető. Tehát bizonyos dolgokban erősek vagyunk, és nem mindenben. Aki nem akarja a saját cégének a növekedését korlátozni, lehet, hogy egy ponton döntenie kell, hogy ő csinálja tovább, vagy hoz erre egy tapasztalatot. Na most vajon az is azért van, hogy az a kevés nagy magyar cég, akik már multik, a vezetésükben vannak külföldiek? Esetenként más és más a motiváció, hogy miért... Itt a Molto az OTP-ig sok példát hozhat. Miért döntenek így a szereplők. Mi azt látjuk, hogy minél többféle tapasztalat találkozik. Nyilván olyan, ami szükséges a cég tevékenységéhez és a jövőjéhez kapcsolódóan. Néha kisvállalkozói tapasztalat lesz nagyon értékes, néha pedig az, hogy láttunk, hogy lehet egy ilyen csőd felé haladó céget visszafordítani és sikerre vinni. Ennek megfelelően mindig látni kell, hogy mi az, ami nekünk kihívás a következő években, mi az, ami a mi tevékenységünk és a stratégiánkhoz kapcsolódóan fontos, hogy a megoldásra kerüljön. Ha tudjuk, akkor oldjuk meg magyar vezetővel, de látszik, hogy aki egy angol száz területen szocializálódott, ahol sokkal inkább ilyen eladás és értékesítés és marketing fókuszúak cégek, de már a felső oktatás is, tud behozni új tapasztalatot és új szemléletmódot. Aztán persze eldönti majd a menedzsment, az igazgatóság, a tulajdonosok, hogy mit akarnak, de az új tapasztalatok, az új a friss lendület az néha nagyon hasznos.
Igen. Na most, ha a befektető szemével nézzük, akkor hol vannak a magyar cégeknek a gyenge pontjai? Tehát miért nem tűnnek ígéretes vállalkozásoknak? Mondott két példát az előbb, a Fornetit és a Szent Györgyit. Szent Király. Igen, a Szent Királyt. Na most a Szent Király, ugye ez egy elég jól profin fölépített cég, ott már a tulajdonos apja elkezdte kiépíteni a céget, nagyon jól indult még a régi világban. A másik, a Fornetti, pedig már egy nemzetközi cég volt, ugye több országban volt, voltak már ugye vállalatai. Tehát ez két nagyon pozitív példa, de most sokáig gondolkoznék, akkor nem sok hasonlót tudnék mondani, tehát nem csodálom, hogy itt akadt külföldi befektető. Vannak azért sikeres, sőt nagyon sok sikeres és tehetséges magyar vállalkozás van. Ugye, amit látunk, hogy a befektetők tipikusan, legyen szó szakmai befektetőről vagy kockázatőkésről, általában elmondanak, hogy hiányzik a cégekből, ez részben az, amit az előbb, amiről előbb beszéltünk. Tehát egy kis adott esetben 10-20 fős cégből az üzleti tervben azt vizionálja az alapító, hogy 1-2-3-4 év múlva több százan leszünk több országban, több irodával, de ilyen cégépítési és cégvezetési menedzsment tapasztalata nincsen. Tehát ezek a nemzetközi üzletfejlesztési, cégvezetési tapasztalatok jellemzően, vagy legalábbis sok helyen hiányoznak, és azért, mert amiről beszéltünk, hát honnan is lenne ez tömegével jelen. Ez az egyik probléma. A másik részben ide kapcsolódik. A sok cég nagyon-nagyon fókuszál a termékfejlesztésre. Minél több terméket hozzanak létre, megcsináltak egyet, akkor még 10 változatot más ízben, más formában is jöjjenek létre ezek a termékek. Időt és energiát, és leginkább esélyt se hagy arra, hogy az a termék tényleg befussa a piacon a pályáját, igen jó eredményeket produkálja, már megy egy következő termékre. A túloldalon sikeresebb nyugati cégeknél jellemzően azt látjuk, hogy sokkal több figyelmet fordítanak a marketingre, a piacra vitelre, a termék eladására, nem csak figyelem, hanem a költségben is. De míg egy átlagos magyar cégnél a fejlesztésben résztvevők és a sales marketingben résztvevők aránya mondjuk 80-20, néha ez 90-10, tehát nagyon kevés marketing és sales-zel foglalkozó van. Ez bizonyos esetekben, akár egy amerikai cégnél is, ez inkább 50-60-70% a marketing javára. Tehát ha már megcsináltuk, akkor el kell adni, minél többször el kell adni, minél több országban el kell adni. Tovább megyek, néha azt hallom az egyébként nagyon jó magyar termékekkel rendelkező cégvezetőtől, hogy én ismerem azt a terméket, az nem is tudja azt, amit ígéri. Igen, de olyan jó marketinget tettek mellé, hogy ettől függetlenül eladják. Sokszor. És míg mi csinálunk 1 millió euró árbevételt, ők csinálnak 50 millió euró árbevételt. Mert a marketing az sajnos a mai világban néha sokkal fontosabb, mint az, hogy valójában mit tud a termék. Tehát leginkább itt érezhetőek hiányok. Egyébként azt gondolom, hogy tőke és forrás ma rendelkezésre áll a piacon. Hát kell a menedzsment tapasztalat, és ide tartozik, ami előbb is szóba került, akár a nyelvtudás, akár az összes többi ilyen tapasztalat. Az mennyi hátrányt jelent, hogy Magyarország jelenleg még mindig a bóvi kategóriában van, nem minősítettek föl bennünket az utóbbi hetekben is, bár sokan azt várták, és még mindig panaszkodnak az itt lévő külföldi bankok. Ez mennyi hátránnyal jár? Nagyon érdekes kérdés, és mi ezt folyamatosan vizsgáljuk, hisz nyilván nekünk sem mindegy az, hogy az ügyfelünknek lesz-e esélye egy nemzetközi szakmai befektetőnél, vagy sem. Bizonyos iparágakban, bizonyos cégek esetén, például amelyek nagyon, nagyon földhöz kötöttek, tehát mondjuk a bevételük nagy része Magyarországról jön, vagy az államhoz kapcsolódik, vagy valamilyen EU-s projektekből. Ebből kifolyólag van valami kitettség, ugye ahhoz, hogy ők Magyarországon vannak, és az államhoz. Itt azt érzem, hogy ez egy magasabb kockázat. És bizony megtörténik néha, hogy azt mondja egy nemzetközi szakmai befektető, hogy most ő nem akar
ezzel a magyar céggel foglalkozni. Mindemellett, pontosan ugye ezen a már említett rendezvényen ugye egy osztrák, egy francia-lengyel, illetve egy német-osztrák befektetési csoport is elmondta, hogy amikor ők, és egyhangú vélemény volt, hogy amikor ők vizsgálják a projekteket, akkor nem úgy kezdik a listát, hogy ez melyik országban van. Igen, ez is egy szempont lesz. De azt fogják megnézni, hogy jó-e a csapat, jó-e a termék, versenyképes-e nemzetközi szinten. Magyarország bevétele lehet, hogy a cégnek most sok, de néhány éven belül azt szeretnék, hogy kevés legyen arányaiban, mert az összes többi piacon mérettessen meg az a termék, és onnan is realizáljon sok-sok árbevételt. Tehát amikor elkezdik ők vizsgálni, akkor a csapat, a termék, a technológia sokkal, de sokkal fontosabb, és csak utána jutnak el odáig, hogy ez egy magyar projekt. Mindannyian most is néznek Magyarországon cégeket, és ugye az egyik nemzetközi tőkealap csinált már befektetést, és továbbra is van terve, hogy magyar csapatokba, magyar cégekbe fektessen. Tehát a túloldalon meg ilyen jó híreket is hallunk, hogy amikor igazán jó terméket és igazán jó csapat áll össze, akkor történjen itt bármi, bóvagyok kategória egyebek, ettől függetlenül van esélye a cégeknek tőkéhez jutni, de mint elmondtam, bizonyos szektorokban ez nem így van, mert nagyon rökhöz kötöttek. Nagyon. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra!